A Dunafer röplabda csapatának korosztályos játékosai tartottak bemutatót a Dózsa iskola tornatermében, ahol többek között az új labdákat is kipróbálhatták az iskola tanulói. Az eseményen a diákok megismerkedhettek a sportág alapjaival. Kvák Dávidnak leginkább a közös gyakorlás tetszett. Hogy együtt játszhattam konkrétan, és sportolhattam is egyszerre a többiekkel. Akadt olyan is, akinek nem volt teljesen ismeretlen a röplabda. Hát nekem nagyon tetszik, hát én valamennyire tudok, mert a két testvérem az mind a kettő röplabdázik. Szabó Kornél volt az egyik, aki... Nekem nagyon tetszik, hát én valamennyire tudok, mert a két testvérem az mind a kettő röplabdázik. Szabó... Röplabda alapjaira megtanítani. Szerintem ez sikerült is. Labdáztak egy kicsit, és a végén játszottunk is, bemutató meccset tartottunk nekik. A fiatal játékos azt is elárulta, szerinte miért hasznos, ha valaki röplabdázik. Mivel egy nagyon technikus játék, csapatjáték, ami ugye az életben is nagyon fontos lehet, illetve hát nagyon sok ügyességet fejleszti. Kis Viktor más szempontokat emelt ki a kérdésre válaszolva, miért ajánlaná röplabdát másoknak. Mert nagyon jól fejleszti a labdaügyességet, az állóképességet, és ezen felül még szórakoztató is. Az intézmény igazgatója Tóth Györgyné jeles eseményként értékelte a rendezvényt, amelyen az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott sportszereket vehettek át az iskola tanulói. Az EMMI közoktatási államtitkárságának a támogatásával hirdették meg a Sport legyen a tiéd mozgalmat, aminek a lényege, hogy a gyerekekhez közelebb hozzuk a különböző sportágakat, és iskolánkban a röplabdának van hagyománya, régi hagyománya, így ezen sportágnak a népszerűsítésére közel 300.000 forint értékű sporteszköz csomagot kapott az iskola, és ennek az átadása történt meg a mai délután, illetve sportági bemutatón vehetnek részt a gyerekeink. Hozzátette, a csomagban gyakorló és versenyröplabdák, hálók, mobilhálók és a sportág egyéb speciális felszerelései kaptak helyet. Az eseményen mintegy 160 alsós diák vett részt.